Új mentőautóval gazdagodott a Magyar Kanizsai Egészségház. A tartományi titkárság által kiírt pályázaton mintegy 6 millió 900 ezer dinárt nyert az egészségügyi intézmény, az önrésszel együtt pedig egy teljesen felszerelt rohammentőt tudtak vásárolni. A mentőautó teljesen felszerelt EKG-val, defibrillátorral, kardiológiai székkel és oxigénpalackokkal van ellátva. Az új gépjármű a sürgősségi esetek ellátásának hatékonyságát teszi lehetővé és elérhetővé mindenki számára. A Magyar Kanizsai Egészségház nagy örömére a tartományi titkárság, tehát az egészségügyi titkárságtól pályázat útján 6 millió 890 ezer dinárt nyert, amihez egy kicsit kellett hozzáraknunk, hogy egy teljes rohammentőt tudjunk vásárolni pályázat útján, közbeszerzéssel. A mentőautó az egy rohamkocsi, tehát azt jelenti, hogy teljesen felszerelt, EKG, defibrillátor, kardiológiai szék, mint páciens ágy, illetve oxigén palackokkal ellátott, tehát a teljes ellátás egy sürgős esetben biztosított mint a község lakosságának, mint pedig ugye az autó úton, illetve a határátkelőkön is, ami nagyon nagy munkát ad a csapatoknak, de hát mivel tudjuk, Kanizsa egy turisztikai központ is, így sok esetünk, illetve akik külföldiek, illetve itten belföldről ide jönnek turisztikai igényüket kielégítsék, őnekik is ugyanúgy rendelkezésére áll ez a mentő, illetve a csapat. Jelen pillanatban 6 mentőautóval rendelkezik a Magyar Kanizsai Egészségház, melyből 3 új, korszerű gépjármű. A község területén 5 csapat végzi a sürgősségi ellátást, melyből az 5. csapatot az önkormányzat biztosítja. Az alapító jogokat még évekkel ezelőtt átvette a tartomány az önkormányzattól, tehát ilyen értelemben az önkormányzatnak nincs hatásköre az egészségház felett, viszont mindig is fontos volt, és az elkövetkezőkben is fontos lesz, hogy legalább technikai szempontból jól tudjon működni az egészségház, ezeknek a technikai eszközöknek és egyáltalán a működéshez szükséges anyagiaknak az előteremtése, az még mindig a prioritási listáján rajta van az önkormányzatnak. Most ebben az esetben a tartománytól érkezett egy támogatás, egy donáció a mögöttünk lévő gépjármű személyében, és nagyon örülök neki, hogy az igazgatónő ennyire aktív, és mindig részt vesz a tartomány, vagy akár köztársasági pályázati kiírásokon, hiszen mindazok az eszközök, mindazok az újítások, mindazok a fejlesztések, vagy éppen a színvonal szinten tartása is állandó beruházásokkal jár, állandóan kell hozzá pályázni, kellenek hozzá pénzügyi eszközök, úgyhogy ami az önkormányzatot illeti, továbbra is hosszú távon úgy gondoljuk, hogy foglalkoznunk kell az egészségházzal, meg kell őket támasztani pénzügyi szempontból, másrészt pedig bízom benne, hogy egyrészt a tartomány számára is folyamatos lesz, és fontos lesz a kisebb közösségek, tehát nem csak nagyvárosi egészségügyi központok, hanem a kisebb közösségek egészségházainak is a támogatása, másrészt pedig megmarad az a proaktivitás az egészségház vezetősége részéről és az igazgatónő részéről, ami lehetővé teszi, hogy ilyen pályázati eszközöket tudjon nyerni az egészségház. Már visszajáró vendégek az Újvidéki Egyetem fogyatékkal élő növendékei a Magyar Kanizsai Gyógyfürdőben. A fiatalok a gyógyfürdő adta a szolgáltatások mellett szórakoznak is az ott töltött idő alatt, de az oktatás sem maradt ki a mindennapjaikból. A Magyar Kanizsai Gyógyfürdőben már 4. éve fogadják a fogyatékkal élő egyetemistákat. Köszönettel tartozunk a tartományi kormányzatnak és a felsőoktatási titkárságnak. Különösen professzor dr. Zorán Milosevicnek, a tartományi titkár úr érzékenysége és támogatásának az egészségmegőrzés és a hatékony rehabilitáció fontosságának elismeréséért intézményünkben. Már 4. éve fogadjuk szeretett vendégeinket, az Újvidéki Egyetem fogyatékossággal élő diákjait. Terápiák mellett mindennapos oktatási és kulturális műsorban is részt vesznek. Összesen 18 diák volt itt nálunk, és reméljük, hogy a további években is folytassuk ezt a szép és jó
közreműködést. Sörrel kapcsolatos ügyességi játékok, kézműves sörök, jó hangulat. Ez jellemezte a második Oromi Sörfesztivált péntek délután. Egész hétvégén színes programmal várták a látogatókat, és mindenkinek jól esett a hideg, hűsítő sör, amit kellemes hangulatban el is lehetett fogyasztani. A környező településekről is érkeztek látogatók, akik a sörrel kapcsolatos ügyességi játékokban is kipróbálhatták magukat. Igazából szabadságon vagyok, mert külföldön élek, és hallottam, hogy lesz ez a sörfesztivál, és akkor eljöttem, hogy megnézzem, hogy milyen sörök lesznek itten, hogy megpróbáljam sorba, hogy milyen ízűek. A sörfesztiválról a kézműves sörök sem hiányozhattak. Elsősorban ugye azok a sörök, amiket ugye az emberek a boltban már a nagy ipari sörgyáraktól megszoktak, most a világos láger sörök, barna sör, buza sör, ezek ugye általában elég népszerűek. A craft világban talán az enyhén bomlósok, mint például az American Pale Ale, tehát az APA típusú sör, vagy még most ugye elkezdődött még ilyen gyümölcsös sörök is ugye napvilágot látni, főleg ilyen melegebb nyári időben, illetve most látom, hogy már ugye nyugatról kezd begyűrűződni a savanyú sör is. A község egyetlen sörfesztiválja sok embert megmozgatott, sokan éltek a lehetőséggel és kortyoltak el egy-egy hűsítő sört. Idén második alkalommal sikerült megszerveznünk az Oromi Sörfesztivált. Az Oromiak 6. nagy világtalálkozója az a rendezvényünk, amely követi a Sörfesztivált. A tavalyi év után szeretünk volna egy kicsit újítani, és ahogy tavaly már sikeressé vált a Sörfesztiválunk, ezért úgy voltuk, hogy ezt az utat folytatjuk, és idén is emiatt is szeretünk volna megszervezni. Másnap is folytatódtak az események. Rotyogott a zúza, a marha és a disznó a bográcsban. A hétvégi időjárás nem volt kegyes viszont a látogatókhoz, de így is jó hangulatban telt az Oromiak 6. nagy világtalálkozója. A délutáni órákban, akik még időben fakanalat ragadtak, azok az eső előtt elkészíthették az aznapi ebédet, hiszen főzőversennyel is készültek a szervezők. A délután folyamán a legkisebbeknek kedveztek. Bűvész kápráztatta el őket különlegesebbnél különlegesebb trükkökkel, de a magyarországi alma együttes is táncra perdítette a legapróbb oromiakat. A rendezvényre sok egykori oromi lakos is hazajött. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy megduplázódik a falu lakossága. Most kifejezetten ezek az események miatt jöttem haza. Ilyenkor egy kicsit más hangulata van a falunak is. Nagyon sokan látogatnak el ide, ami nekünk egy kicsit új, egy kicsit plusz. Szeretjük ezt a hangulatot, meg a lelkesedést, az embereket itt. A bácskai település közkedvelt a fiatalok körében, sokan a városokból költöznek ide, és itt próbálnak szerencsét. Több család is itt kezdte meg a közös életét. Alapvetően család szempontjából mindenképpen egy jó környezet, összetartó a falu, pont ezt mutatja az is, ugye, hogy megszervezték már sokadik alkalommal a találkozót, és ide mindenki szeret visszatérni, mert mindenki ismer mindenkit, nyilván mint egy faluban. A szervezők elmondása szerint a találkozó legfőbb célja, hogy összehozza a rég nem látott barátokat, rokonokat és ismerősöket. Egyre jobban bebizonyosodott az, hogy az elszármazottak próbálják úgy időzíteni a szabadságot, hogy haza tudjanak jönni, lehet, hogy nem csak a rendezvényre, hanem egy kicsit hosszabb párnapos szünetet úgymond itthon tudjanak tölteni a barátokkal, és magán a rendezvényen olyan régi ismerősökkel találkoznak, akikkel egyébként nem tudnának találkozni. Az eső ellenére kitartóak voltak a találkozóról látogatók, és népes közönség előtt léphetett fel elsőként Zalatnai Sarolta, végül pedig Dévényi Tibi bácsi szórakoztatta az oromi közönséget. A világtalálkozó hagyományosan hajnalig tartó bulizással ért véget. Minden év augusztus első felében megtelik főzni szerető csapatokkal a martonosi helyi közösség mögötti tér. Az idén is szép számban érkeztek olyanok, akik nem csak enni, de elkészíteni is szeretik a halászlét. A legtöbben már visszatérő versenyzők, úgy, ahogy a hajdójárási nyugdíjasok is. A mi halászlétünk a szeretet, meg a szívünket beletettük, ennyi, más különösen, egyszerű halászlét. Erős paprika, hagyma, egy kis paradicsom, ennyi.
hangulat már jó, körül táncoltuk a bográcsot, jó. Martonos magyarországi testvér települése, Algyő lakói is képviseltetik magukat már hosszú ideje a rendezvényen. Az idén a település polgármestere Molnár Áron készítette el a halászlevet a csapatnak. Testvér települése vagyunk Martonosnak most már, hát szerintem 20 jó pár éve, és nagy örömmel szoktunk ilyenkor augusztus elején jönni, általában el tudjuk fogadni a meghívást a halászléfőző fesztiválra. Most annyira különlegesebb, hogy most én is ráértem, és el tudtam jönni, és hát nyilván, mivel a halfőző fesztivál, így aztán halászlét fogunk főzni. Természetesen, mivel Algyő Szegedtől 8 kilométerre van, így a szegedi típusú halászlét főzzük, de merem azt remélni, hogy az algyőibe van egy kis különlegesség, remélem, hogy a zsűri is észre fogja venni, úgyhogy mi algyői halászlét főzünk. A csapatoknak a helyszínen halat, valamint fűszereket is biztosítottak a szervezők. Én, mind a legfiatalabb tagja ennek a Horgász Egyesületi tagoknak az elnökségében, 62 éves vagyok, és én szeretném átadni a fiataloknak ezt az egészet, hogy vegyék át, itt már minden megvan, ez hagyomány. A résztvevők egészséges halat kaptak a velebiti halász halastóból, ami egészséges hal, nem ki van vizsgálva. Mellé mink adtuk az ilyen halászlé porokat, telekpaprika segített ebben a paprikával, hogy ha valaki véletlenül otthon felejtette, mint ma is, ahogy tapasztaltam, még a fakanalat is otthon felejtették, van minden. Akkor sokan jöttek, hogy hát nem bírunk messzire hozni székeket, asztalokat, vannak ezek a testvérfalu városaink, Marti, Algyő, Románia, Szlovákia, hát nekik mindent biztosítottunk, pavilonokat, gáz, gázrózsát, asztalokat. Egyedül ez a határ, ez a határi várás, ez nem volna, itt nem 73 csapat, hanem 183 csapat volna. Ez a hely originálisan megfelelne, hogy van egy kis hűvösünk is, minden itt van a központban. Hát ez egy kis falu, ennyit tudunk nyújtani, mindent megpróbáltunk csinálni, hogy jól érezzék magukat, egészséges dolgokat kapjanak, jó paprikát, jó szórakozzanak. Hát most szurkolunk, a jó Isten még megengedje ezt a pár oroszát, hogy ne essen egyéni az ivatal. A jó hangulatról a délután folyamán Dancs Anna Mari és Kádár Szabolcs gondoskodott. A népmesék, a népi játékok és szokások a központi témája az Adorjáni népmesetábornak, amely a héten zajlik csaknem 30 résztvevővel. A tábor szervezője a helyi Szőke Tisza Művelődési Egyesület és az Adorjáni Ifjúsági Szervezet. Egy izgalmas népmesével kezdődik minden nap a táborban. A gyermekek figyelmesen hallgatják a mesét, amit azután át is beszélnek. Szegény bácsi eladott ilyen lovat, arra kicserét ilyen juhot, azt a juhot meg eladta a livára, a livát egy tyúkra, a tyúkot meg egy zacskó almára. Ilyen régi szokásokból vannak játékok, és tegnap mondjuk ilyen mondjuk zsákbaugrálás, vagy magokat ki kellett válogatni, vagy csizmadobás volt. És nagyon jól éreztem magam. A táborban nagy hangsúlyt fektetnek a régi szokások, játékok, mesterségek megismerésére, valamint a népmesék is kiemelt szerepet kapnak. A népmese tábor, ezért az elsődleges célunk, hogy minél több népmesét megismerjenek a gyermekek, és az idén még egy-egy közmondást is hozzácsatolunk a népmesékhez, és a gyerekek a közmondásokat is meg kell, hogy tanulják, valamint oda kell, hogy figyeljenek a mesére, mert a mesékkel kapcsolatban adunk nekik feladatok. Különböző játékokkal ismerkedhetnek meg a fiatalok, amiket még a nagyszüleik is játszottak. Augusztus 11-én pénteken a Magyar Kanizsai Szent István nap és új kenyér ünnep kísérő rendezvényeként a helyi Dobó-Tihamér képtárba költözik a Kispiaci Kőrösalji Tájház. A Kispiaci Tájházban 100 év emlékeit tekinthetik meg az érdeklődők. Az épület 2010-ben került a helyi Adamov Judit családjához. Három szoba van ott berendezve, az egyikben egy 100 évvel ezelőtti jómódú gazda tiszti szobáját alakították ki, a másikban Fehér Anna hagyatéka kapott helyet, ami az 1940-es évekbeli polgári életet mutatja be.
A harmadik szobában pedig a szocialista időkből származó emlékek repítenek vissza az időbe. Ezek a tárgyak, fényképek, emlékek kerülnek bemutatásra majd Magyar Kanizsán is. Ez az épület. A Kispiaci tájház tulajdonképpen lakatlan volt 30 évig, amikor a mi családunkhoz került. Ez 2010-ben történt. 2010-ben elkezdtük renoválni, akkor eléggé elhanyagolt állapotban volt. 2012-re már tudtunk vendéget fogadni. A célunk a kialakításával elsősorban hagyományőrzés, de azt szoktam mondani, hogy inkább értékőrzés, mert a hagyományon kívül még nagyon-nagyon sok tárgyi emléket őrizgetünk. Ahogy be vannak rendezve a szobák, például a hármas osztatú ház, ahogyan 100 évvel ezelőtt felépült, egyébként Nagy Ferenc is családjának a tulajdona volt, és ebben a háromosztatú házban próbáltuk kialakítani azt az életet, illetve bemutatni, hogy hogyan éltek itt az emberek az elmúlt 100 év alatt. Tehát akkor volt paraszti élet, volt polgári élet, és volt a szocializmus 45-től 90-ig. Mi három helységben mutatjuk ezeket be. Egy jobb módú gazdának a tiszta szobája. Tiszta szobája neki azért, mert jó módú volt, és akkor nem kellett neki azt az egy szobát lakni, hanem volt neki másik, tehát egyet tisztán tudott tartani. A másik szobában bemutatjuk az 1940-es éveknek a polgári élet egy bizonyos részét. Úgy került hozzánk, itt van tulajdonképpen a Fehér Anna hagyatéka. Fehér Anna kanizsai volt, de Kispiacon voltak nekik földjeik és házuk is, kötődése volt neki Kispiachoz. És Anna halála után, mivel ő Pártában maradt, soha nem ment férjhez, így az ő halála után az új tulajdonosok felajánlották nekünk azt a gazdag kincset, amit az Anna megőrzött itt, gondoljunk dokumentumokra, fényképekre, nem nagy értékű dolgokra, de szellemi értékű dolgokra. A harmadik helység pedig, mint ahogy mondtam, az a 45-től 90-ig tartó jugoszláv időszak. Az istálló, a másik nagy épület, ami van az udvarban, ez egy jó nagy istálló volt, ahogy egy ekkora gazdához illett, átalakítottuk, és egy ebédlőt alakítottunk ki belőle. Itt tudunk fogadni vendégeket, csoportos vendégeket, amennyiben bejelentkeznek. Körülbelül 50-en le tudnak ülni, tehát ha jön egy autóbusz, akár gyerekekkel, vagy felnőttekkel, akkor meg tudjuk őket kínálni ülőhelyen. Annak a helységnek a falait nagyon sok fényképpel díszítettük ki, olyan fényképekkel, amiken olyan emberek vannak, akik valamilyen nyomot hagytak az elmúlt 100 év alatt ennek a falunak a történelmében. Nagyon szeretnék mindent bemutatni, de mint ahogy mondtuk, természetesen mindent nem tudunk elvinni. Hát amit könnyen meg tudunk mozdítani, úgy mondom, mindegyikből a tiszta szobából is, a Fehér Anna hagyatékából is, amit tudunk, aminek alapján már el tudjuk, meg tudjuk azt a hangulatot teremteni ott, ahol lesz a kiállítás. A gyűjteménynek egy bizonyos részét a saját családomnak a padlásáról, szomszédoktól. Ugye a Fehér Anna hagyatéka adott volt, ugye azt egy helyről el kellett hozni. Egyébként viccesen azt szoktam mondani, hogy a dolgok nagy részét nem tudom, hogy kerültek ide, mert csak úgy jöttek be a kapun. Érdekes, elhozták nagyon sokan, főleg idősebbek, és azt mondják, hogy elhozzuk, mert ha már mi nem leszünk a gyerekeink, ezt úgyis megsemmisítik, ők már ezt nem tudják mire használni, és akkor te most őrizzed, amíg te tudod. Úgyhogy nagy része ilyen módon került ide. És igen, őrizzük, amit tudjuk. A potenciális látogatójaink Magyarországról jönnek, jönnének. Tudjuk, különféle helyzetek miatt akadozik ugye ez a magyarországi program, hogy minden gyermek mire befejezi a középiskolát. Az összes volt Magyarország, illetve Nagy Magyarország területére el kell, hogy látogasson minden gyerek. Ez egy hatalmas program Magyarországon. Most ebben néha részt veszünk, néha nem veszünk benne részt.
Egyébként ilyen családi ünnepélyeket szoktak itt néha megszervezni, ilyen, ez ilyen mind ilyen magán dolgok, ilyen zárt körülyeket. Iskolás gyerekekkel majd lassan kezdünk dolgozni, és remélem, hogy sikerülni fog. Az idén volt, megpróbáltuk, voltak kanizsai iskolások, szerintem sikeres volt a kirándulásuk, nekik jól érezték magukat úgy, hogy szerintem majd lassan ez a dolog fejlődik. Az adorjáni Tisza futball csapata megkezdte a felkészüléseket a következő futball idényre. Tehát a Tiszának a csapatának, az elmúlt bajnokságnak a gerince az megmaradt. Egy pár játékos ment el, akik főleg a kispadon ültek helyükre. Az akadémiáról, az ifjúsági csapatból hoztunk fel pár játékos, valamint még egy pár fiatal játékos érkezett. Véleményem szerint a csapat eléggé fő van készülve. Bízok abban, hogy ezek a fiatal játékosok az idősebb, tapasztaltabb játékosoktól, valamint az edzőtől sokat meg fognak tanulni, és bízok benne, hogy jövőre lesz egy pár olyan játékosunk, aki majd magasabb rangfokozatba tudja folytatni a pályafutását. Az elvárásaink azok nem nagyok annyi, hogy a felsőházba szeretnénk végezni a bajnokság végén. Hát most látszik az utolsó barátságos mérkőzés. Az én szempontból nagyon jó volt. Azt, amit nem tetszett az utolsó három-negyed pályának része, ott rossz döntések voltak, meg a sok-sok tényleg kialakított jó helyzetet nem használtuk ki, ami szerintem a szárv harmadosztály nem engedi meg, mert jön egy kicsit komolyabb csapat, aki ezt fog megbüntetni. Az attól egy kicsit félek, mert Cérdán és a meccsen is ugyanígy sok-sok tényleg rengeteg helyzet használtunk ki. Edzésen próbáltunk ilyen gyakorlatokat csinálni, hogy próbáljunk azt kijavítani, hogy a játékos is megjön az önbizalom, de sajnos már ma nem sikerült, de nem félek attól, biztos, hogy az is beindul nekem, az a lényeg, hogy a játék jó, amit kértem a játékostok, a csapattól, az is meg is csinálta. Szerintem a nézők is úgy látták, hogy játék az van, még minden, csak mondom az utolsó három egyet muszáj, hogy kicsit jobb legyen az a realizáció. Ami a bajnokság illeti, nincs külön cél. Tudjuk, hogy négy csapat biztos esik ki, az már lehet, hogy még egy-kettő, de az a cél, hogy bent maradjunk, az biztos, minél hamarabb, és aztán még adjunk az esélye a fiataloknak, akik tényleg sokan vannak nálunk. Mondtam az előbb is, hogy van 10-13 idősebb játékos, még plusz annyi, ami a bónusz. Szerintem egy csapatnak se nincs ennyi, és erre nagyon büszke vagyok, mert ezek a mi gyerekeink, az akadémiáról, még a községből, még a vajdaságból, úgy mondják, amit mink csináltunk, szóval azok mind itt vannak, és szerintem ez a legnagyobb prémia a csapatnak is, meg a klubnak. Most, hogy az elég lesz, az meglássunk, de kár, hogy a többi csapatok is nem így csinálják, sajnálom, mert agyha hallottam mindenkinek, az a baj, hogy bónuszok nincsenek, nálunk tényleg az van. Aztán még mindenki panaszkodik, hogy a fiatalok nem kapnak az esélyt. Szerintem nálunk olyan csapat leszünk, aki nem fél időben lecserélünk a bónuszot mindjárt, hanem a másik fél időben is kapják esélyt játszani, nem csak ők, aki kezdő, hanem a padró is. És szerintem az, hogy elég lesz, jó eredménye meglássunk. Munka biztos kemény, amit csinálunk a szakmai stábban, amit tudunk mindent beleadnunk, a játékos is biztos olyanok lesznek most, hogy az elég lesz, az meglássunk majd a év végén, vagy a szezon végén. Augusztus 12-én szombaton kerül megrendezésre a 41. Magyar Kanizsai Futó és Úszó Maraton. A korábbi évek hagyományát megtartva idén is a délelőtti programban az úszás fog szerepelni, a délutáni programban pedig a futók veszik át a terepet a város területén. A program gyakorlatilag már reggel megkezdődik 7 órakor a helyszíni nevezésekkel. Mindazok, akik nem tudtak vagy nem akartak benevezni az eddigi online nevezés folyamán, szombaton reggel 7 órától ezt megtehetik. Itt főleg az úszókat várjuk a délelőtti nevezést illetően, de a futók egészen 16
6 óra 50-ig, illetve 17 óra 30-ig, akik a 10 és 4 kilométeres távot futják, megtehetik a nevezést a Tiszaparton felállított nevező házikóknál. A teljes program az úgy fog kinézni, hogy valamikor 10 órakor zárul az úszás helyszín nevezése és a rajtcsomagok átvétele, ezt követően gyalog a rövidebb távon úszók a 200 és az 570 méteres rajtjához felgyalogolnak, majd valamikor 10 óra 30-kor indulnak autóbusszal a 3 kilométert úszók a rajt pontjához. 11 órakor indul a 3 kilométeres úszás, és valamikor 13 óra körül lesz az eredményhirdetés a Tiszaparton felállított színpadon. A délutáni programok, hát illetően a futóknak, mint ahogy mondtam már, van lehetőség reggeltől nevezni, egészen 16 óra 50-ig a gyerektávokra, valamint 17 óra 30-ig a 10 és 4 kilométeres távon. Az óvodások futóversenye szintén 17 órakor fog kezdődni a strandon, ezt helyszínen tudják a szülők bejelenteni, ez egy rövid táv lesz, mindössze 200 méter, amit a Tiszaparton levő strand homokján fognak a gyerekek lefutni, szülők és vezetők segítségével. A rövidebb futótávok azok 17 óra 20-kor indulnak majd a strandról, körülbelül 2 percenként. Ugye beszélünk gyakorlatilag 3 távról, a 200 méteres futást leszámítva a 9 évesekig a 900 métert tudják futni, ők a Firenze háztömb és a strand között fognak futni, a 10 és 11 évesek ők 1400 métert fognak majd futni, ők a gyöngyszemeink óvodáig fognak elfutni és vissza, majd a 2600 métert futók 12-13 éves korosztály, a gyöngyszemeink óvoda, egészségház, Balkán vendéglő, nagy templom és útvonalon, majd vissza a strandra. A 4 és 10 kilométeres táv az pedig a Tiszaparttól a Firenze, a nyugdíjas otthon, nagy templom egészen ki a középiskola utcájáig, majd a széles utcán visszafutva a helyi közösség utcáján a 4 kilométeresek egy kört, a 10 kilométert futók pedig további 2 kört fognak futni. Én bízok abban, hogy a magyar-kanizsai lakosok szurkolni fognak a vendégeinek, akik futni fognak az utcán. Az időjárás jelenleg szép időt mutat, úgyhogy bízom abban, hogy tömeges lesz a rendezvényünk, nem csak futókat illetően, sportolókat illetően, hanem a szurkolókat illetően is. Ez mellett a Tiszaparton egyéb kísérő programokkal is várjuk az jelentkezőket, az érkezőket, az egész nap nyitva lesz a medence, éttermek várják önöket lent, a szórakozni vágyókat pedig a színpadon egy DJ fogja szórakoztatni a nap folyamán. Mint tavaly is, idén is mi pályáztunk a sporttal és az ifjúsággal megbízott tartományi titkárságnál, sikeres pályázatot értünk el, és mi szeretnénk egy kísérő programot biztosítani a maraton mellé. Azért esett így erre a dátumra, mert szeretném azt, hogyha jönnek nézők, hogy akik várják az úszókat délelőtt folyamán, hogy még a 3 kilométeres táv tart, addig legyen egy kis szórakozás lent a strandon. Maga az esemény Kanizsa Warriornak neveztük el, mert ez egy ügyességi, kitartós, tehát erőléti, futós, gyorsasági verseny lesz. Ez a Zegzatlon alapján állítottuk össze, ez egy akadályfutó verseny lesz, és miután az akadályfutást teljesítették a csapatok, magas pózus számmal, tehát természetesen, tehát igyekszünk minél nagyobb pózust, hogy megemeljük neki a futam végére, fognak célba dobást végezni, vagy rúgni, vagy dobni, vagy frisbee-vel fogják végezni, vagy nyíllal, illetve amit szeretnénk mondani, hogy 4 fős csapatok jelentkezését várjuk, tehát szeretettel lent lesz a Tiszaparton, a strandon, a homokrészen, tehát ajánlatos cipőbe jönni, illetve ez egy délelőtt folyamán fog kezdeni 9 órakor, és körülbelül délutánig a futásig be is szeretnénk fejezni, hogy a gyerkőcöknek, akik a homokon fogják a futást végezni, ne akadályozzuk a versenyét.
Vozni park Doma zdravlja Kanjiža dobio je novo vozilo hitne pomoći, što će omogućiti efikasniji rad službe hitne medicinske pomoći u Kanjiškoj zdravstvenoj ustanovi. Kupovina vozila za potrebe urgentne pomoći pacijentima, koje je najsavremenije opremljeno, omogućena je sredstvima ostvarenim na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u vrednosti skoro 6,9 miliona dinara. Doprinos uspešnom funkcionisanju službe hitne pomoći daje i lokalna samouprava opštine Kanjiža. Dom zdravlja Kanjiža na osnovu mogućnosti kod Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo dobio je 6 miliona 890 hiljada dinara, za koje mogli smo da obezbedimo jednog kola urgentne medicine koji je stvarno potpuno opremljen, znači u sebi sadrži i defibrilator, EKG, sistem za kiseonik, kardiološku stolicu kao i nosilo za pacijente. Znači više pacijenta može da stane u nosilo u urgentnim slučajevima. Jako nam je važno da ovo vozilo je došlo kod nas, jer pored toga što moramo da obezbedimo normalno ceo opštinu i građane, moramo i dva graničkog prelaza kao i autoput, deo autoputa, a i turističko je već naše opština. Znači moramo i turiste koje tu dolaze da malo da se odmore, da i njih obezbedimo. A pored toga zahvaljujemo se lokalnoj samoupravi koje stvarno obezbeđuje kadrovsko hitnu medicinsku pomoć, jer peti tim koji ne finansira RFZO, znači Republički fond za zdravstvo, mora opština da nam obezbedi kadar. Tako možemo da obezbedimo ceo mesec 24 sata hitnu medicinsku pomoć. Kakva je inače opremljenost službe hitne pomoći u Domu zdravlja Kanjiža? Momentalno imamo 6 vozila, od kojih je 3 stvarno ono da možemo reći da za urgentne slučajeve i za duže puteve maksimalno obezbeđeni, a 3 već počinje da se amortizuje i mora da se menjaju. Zato se trudimo svakog godine da novo vozilo da obezbedimo barem na neki način, i evo došao je novo vozilo. Evo, doprinos radu hitne službe u Domu zdravlja Kanjiža daje i lokalna samouprava. Uvek je jako važno lokalnoj samoupravi da Dom zdravlja funkcioniše nesmetano. Lokalna samouprava i još uvek učestvuje u finansiranju rada Doma zdravlja. I u ovom delu posla jako mi je bitno i jako je važno, jako sam zadovoljan da direktorica je proaktivna na čelu Doma zdravlja i uvek nosi neke nove konkursne ideje ili projektne ideje vezano za razvoj, barem infrastrukturalni razvoj našeg Doma zdravlja ovde u opštini, i tako je i Dom zdravlja dobio ovo vozilo iza mene. Jako mi je drago da pokrajina donira i finansira i male zajednice, ne samo velike gradove, sa opremom, i nadam se da će ovo biti i u buduće, znači i sa strane pokrajinske vlade vezano za finansiranje i doniranje malih opština, i sa druge strane sa strane Doma zdravlja i direktorice koja će i dalje predati konkurse i projekte vezano za razvoj Doma zdravlja. Studenti sa invaliditetom sa Novosadskog univerziteta nalaze se na rehabilitaciji u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Kanjiža u okviru programa Edukativno-banjski dani za studente sa univerziteta u Novom Sadu. Program se realizuje uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Tim povodom studente je u Banji Kanjiža posetio resorni pokrajinski sekretar profesor dr. Zoran Milošević. Pa jedan od lepših događaja tokom leta jeste poseta Banji Kanjiža, koja je važan partner u ovom projektu,
edukativnih, ali i rekreativnih aktivnosti studenta sa invaliditetom. Zaista sve pohvale našim domaćinima, direktorici i zaposlenima u Banji Kanjiža, našem univerzitetu, rektoru i njegovom timu, ali pre svega studentima i roditeljima. Mladi ljudi koji su uveliko pomogli sebi. Oni studiraju i spremni su da preuzmu odgovornost jedne aktivnije uloge u društvu. Ne samo da završe fakultet, nego i sutra da rade i da pomognu drugima. Mi smo tu da kroz proces studiranja pomognemo u obrazovanju, ali da pomognemo i u pripremi za život. Važno je da kroz proces rehabilitacije ovladamo nekim veštinama da hrabro idemo kroz život, iako možda nismo u nekom idealu, telesnom, motoričkom, ali zato nosimo ogromnu energiju da budemo prepoznati kao pre svega timski igrači. Ovi mladi ljudi su spremni da nose tu odgovornost i ja sam tu da podržim glasnost, ali pre svega i spremnost da se to percipira ne samo na obrazovnom, nego i na radno-profesionalnom nivou. Hvala svima koji su u ovom projektu i medijima koji to prate, jer mislim da je to veliko ohrabrenje za one koji će tek doći. U okviru projekta u Banji Kanjiža od 1. do 10. avgusta boravi 10 studenata sa invaliditetom uz prisustvo ličnih pratilaca. Banja Kanjiža pruža im dobre uslove za oporavak. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža sa jednom dugom tradicijom u lečenju i u rehabilitaciji bavi se medicinom, a danas smo mi domaćini studentima sa invaliditetom. Zahvaljujem se pokrajinskoj vladi i pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad i posebno pokrajinskom sekretaru doktoru Zoranu Miloševiću što su prepoznali nas kao partnera. Ovo je već četvrta godina i mogu da kažem da smo počastvovani i da svojim resursima smo ispunili njihova očekivanja. Naime, uz dva lekovita faktora, termomineralne vode i lekovitog blata, takođe i sa visokom medicinskim stručnjacima, mi sa uspehom lečimo i rehabilitujemo naše studente. Naši studenti prve godine su došli kao naši pacijenti, kao naši korisnici, otišli kao prijatelji. Danas su oni deo naše porodice. Naš zadatak je da ih rehabilitujemo, da im pomognemo da posle boravka kod nas vrate se svojim svakodnevnim obavezama, svojim studentskim obavezama, a njihova obaveza je da završe svoje fakultete i da uzmu svoje učešće u svakodnevnom životu i radu. Studenti sa invaliditetom ističu da im ova podrška za rehabilitaciju tokom letnjeg raspusta puno znači, pogotovo što za one koji imaju cerebralnu paralizu posle 18. godine nemaju prava na banjsko lečenje o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje. Pored rehabilitacije, za vreme 10-dnevnog boravka u Banji Kanjiža za studente sa invaliditetom održavaju se edukativna predavanja i sadržajni kulturno-umetnički program. Nama zaista mnogo znači ovaj projekat zato što među nama se nalaze mnogo studenata koji imaju cerebralnu paralizu, bolest koja nakon 18. godine više nema pravo na banjsko lečenje preko lekarske komisije i njima je zaista to jedini način da dođu do rehabilitacije, osim da sami finansiraju. A svakako svi se osjećamo mnogo bolje pošto imamo i terapije i bazen i razne aktivnosti. Kao prvo edukativne, imamo mnogo edukacija koje nam jako mnogo znači da pronađemo neki svoj put dalje i u studiranju i neke zanimljive projekte da otkrijemo još. Također i kulturno-umetnički program je sastavni deo ovog projekta i zaista ima jako širok program. Imali smo jednog glumca Miodraga Petrovića koji je fenomenalno izložio svoju glumu. Također Rock Apoteka band u kome ja sviram klavijature nastupa večeras, tako da bit će i roka, kao i klasične muzike, predivna profesorica solo pevanja i solo pevačica Senka Soldatović nastupa sa pratnjom na klaviru, bit će nešto kao jazz varijanta, tako da jedva čekam zaista da čujem. Također imamo i profesoricu sa Akademije umetnosti Gabrielu, koja će nam
pružiti razne radionice gde možemo da upoznamo likovni svet i da napravimo nešto fenomenalno. Tako da nama zaista sve ovo mnogo znači i radujemo se svake godine novom dolasku. Orom je proteklog vikenda u petak i subotu bio u znaku dve velike manifestacije koje su Oromčane, njihove goste i posetioce iz okoline okupile u dvorište osnovne škole. Dobra zabava bila je na drugom festivalu piva u okviru kojeg je bilo takmičenje ekipa u nadvlačenju konopca i brzom ispijanju piva, ali i dobre zabave u svirku grupa Eridanus i XU benda. Mesna zajednica Orom i Udruženje građana za razvoj Oroma pobrinili su se za bogat program 6. velikog svetskog susreta Oromčana koji mnogo znači Oromčanima iz mesta i onima koji dolaze iz dijaspore. Ove godine drugi put održavamo festival piva u Oromu i šesti puta održavamo veliki svjetski susret Oromčana. U avgust mjesec Oromu je najvažniji mjesec u godini, možemo tako reći, jer to je mjesec za festivale. Sad je bilo prošle nedelje Lečo festival, ove godine dva festivala, a iduće nedelje održavamo i festival Vetrenjača u Oromu. Evo. Ljudi rado dolaze ovde da se sretnu i da se druže. Jeste, to već je navika, ljudi tako planiraju godišnje odmori da, da može da dođu u Oromu, da malo posete selo i tu da malo da pričaju i razgovaraju sa bivšim komšijama i prijateljima. I evo, program je uvek raznovrstan, imaju čime da se zabave, da se takmiče, da ugodno provedu vreme na ovom susretu. Tako smo planirali programi da za sva generacija da dođu i da svi nađu svoje interesu našoj programu. Za nas Oromčane to je jako puno znači, pošto prošle godine prvi put kad smo organizovali Dani piva, to je bio jako veliki uspeh. Mnogo smo imali goste, znači više hiljada gostiju su se prijavili ovdje na Oromu. Znači dva ili tri puta toliko koliko ukupno ima Orom stanovnika. I pošto tako lepo smo uspeli prošle godine to da organizujemo, ovako smo dobili na hrabrosti da i ove godine to organizujemo i nadamo se da i ove godine vreme i Bog će nam pomoći da lepo to dokraćimo, da znači da dođemo do kraja i da lepo organizujemo ovaj lep dan našeg sela. Evo drugi dan manifestacije, veliki svetski susret Oromčana, da se Oromčani sretnu sa međusobno ovdje sa komšijama, sa prijateljima i sa onima koji negdje žive na strani u dijaspori. Susret Oromčana jako puno znači i za nas stalne Oromčane koji ovdje stanujemo, kao i za one koji su zbog nekog razloga raseljeni u celom svetu i to je veliki događaj. To jako puno znači zbog toga što možemo opet lepo da sednemo, lepo da razgovaramo uz ovo naše malo selo, uz ovu organizaciju. Znači imamo više šatora gdje je više tišine. Znači lepo možemo da sednemo, da popričamo malo o prošlosti, o budućnosti, o sadašnjosti i mnogi lepo da se družimo. Oromčani vole svoje mesto, a i oni koji su otišli rado se vraćaju makar jednom ili dva put, tri put godišnje? Pa jednom, dva, tri put i to nam je jako drago, ali nama je još draže ako neko se odluči da ipak se vrati na njegovo rodno mesto. Znači Orom je jedno perspektivno selo, znači jako se trudi Orom da bude jako dobro zaživljen ovde. Ima novih radnih mesta, imamo lepu školu, imamo lepo zabavište, imamo lekare, imamo apoteke i znači trudimo se da Orom napravimo takvog gdje može lepo živjeti i u budućnosti i baš to nam je cilj koji smo ostali ovdje da nekako unapredimo to selo.
Druženje uz vašarsku ponudu, dobru muziku, pivo i specijalitete sa Roštilja ono je što privlači Orobčane i posetioce sa strane. U ponudi je bilo i zanatsko pivo proizvođačke marke Arator iz Sente. Pa sad već se bavimo 2017. godine, se bavimo proizvodnjom piva. Prvo smo krenuli manje količine, sad već imamo oko 2000 litara kuvamo. I trenutno imamo 11 vrsta, pa različita je ponuda od tamnih piva do svetlih, običnih piva, lagera, pilznera i različitih vrsta IPA. Evo, pivopije vole da isprobaju, znači razne ukuse, razna piva, verovatno se sada već više cene ova zanatska piva od industrijskih. Pa naravno, sad već vremenom polako, kako i u Beogradu i u Novom Sadu i tu u okolini u Vojvodini, počinje da raste ovaj svet zanatskih piva i pivopija koji ih piju, pa sad već ako dođete, mi imamo tu 4 vrste, probate od svakog po jednu od pola litre i dobri ste. Evo, vredi li se baviti ovom vrstom proizvodnje zanatskim pivom? Pa onaj ko voli pivo i onaj ko voli da se bavi zanatskom proizvodnjom, naravno, kako da ne, ima puno doživljaja, puno festivala i upozna se mnogo dobrih ljudi. Pa evo, ja radim inače u inostranstvu, pa sam došao kući na odmor i rekli su mi da će biti ovaj festival za piva i mislio sam da treba da budem tu da probam kakve će piva biti tu. Evo, vi ste odavde rodom iz Oroma? Rodom sam iz Subotice. A ipak vas privlači malo i Orom? Da, Orom me privlači pošto mi tu živi sestra i šogori, onda često dolazim ovdje kod njih. I koristite ovu priliku? Koristim ovu priliku da probam svakakva piva, vidim da ima i zanatskih piva i ostalo ćemo da vidimo šta još ima. Kakav je život u Oromu? Jako dobro, jako. Bez problema. Ako čovjek voli da rade, onda ima svašta. Evo, vi ste tu došli, doneli su vas kao bebu sa 6 mjeseci i tu ste proveli. Šta ste radili, čime se bavite? Pa ja sam privatni kuvač, ja sam vama rekao, tamo u Trešnjevcu. Ja mogu je mali traktor, znate? Da, tu sam radio, tu sam radio. Ima li posla, ima li kovača sada? Nema ništa, ni u blizinu nema. Ja sam najstariji, nema, uopće nema u blizinu. Ja već ne radim. Onda kako, selo bez kovača? Svašta radi, ima ko to radi, a ne kovački posao. A kovački posao niko ne radi. U subotu od popodneva u dvorištu osnovne škole, šumarku i fudbalskom igralištu druženje je nastavljeno na velikom svetskom susretu Oromčana. U šumarku se družilo uz kotliće i roštilj, na igralištu su se nadigravale ekipe u malom fudbalu, a na bini su se najmlađi predstavili na dečijem folklornom susretu ili se uključili u razne radionice. Ljubitelji oldtajmera mogli su da vide vremešne nalickane automobile, a nevreme praćeno kišom utoliko je poremetilo program da su mađioničar i Veliki Karlo i muzička grupa Alma umjesto sa centralne bine u dvorištu decu razveselili u fiskulturnoj sali škole. U predvorju škole priređena je izložba sa tematikom zavičajne istorije Oroma, a predstavljena je i knjiga Opština Kanjiža na fotografijama između dva svjetska rata. Kiša je doprinela da na večernjoj zabavi bude znatno manje posetilaca, pa su se bez obzira na vremenske prilike u nastupu renomiranih izvođača zabavljali oni najuporniji. Udruženje sportskih ribolovaca Šaran iz Martonoša u subotu 5. avgusta bilo je domaćin i organizator 21. međunarodnog takmičenja u kuvanju riblje čorbe. Pored kulinarskih ekipa iz vojvođanskih mesta, učestvovale su i ekipe iz Mađarske, Rumunije i Slovačke, provjeravajući svoje umeće i upoređujući ih međusobno u kuvanju riblje čorbe. Organizatori iz Martonoša učešće omogućavaju bez kotizacije, a ekipama su obezbedili po 2,5 kg ribe i začine. Interesovanje za takmičenje u Martonošu je uvek veliko, pa su ovog puta učestvovale 73 ekipe.
Najuspešnije ekipe u spravljanju riblje čorbe prema oceni žirija nagrađene su sa 10 zlatnih, isto toliko srebrnih i bronzanih medalja, a tri najbolje ekipe ponele su i pehare. Nagrađeni su i učesnici u takmičenju za najukusnija slana i slatka peciva. Za dobro raspoloženje pobrinili su se Ana Mari Danč i Sabol Škadar izvođenjem operete i evergreen hitova. Etno kuća kod Kiriša u Malim Pijacama uređena je i otvorila vrata posetiocima pre 11 godina. Kuća Ferenca Nađa, koju je porodica Adamov uredila u vrednu etno postavku, sagrađena je pre više od jednog veka. Nalazi se preko puta vašarišta i otvara se za posetioce u vreme vašara, poslednje nedelje u mesecu i za organizovane grupe posetilaca. Sada predstavlja dragoceno svedočanstvo o istoriji sela i kako se nekada živelo na ovim prostorima. Deo postavke moći će da se vidi na predstojećoj izložbi u Kanjiži, a šta sve može da se vidi i sazna u etno kući kod Kiriša, objašnjava vlasnica etno kuće Judit Adamov. U ovom gornjem delu ima tri prostorije. U jednoj prostoriji se nalazi takozvana čista soba, nekadašnja seljačka čista soba. Čistu sobu je on imao samo onaj koji je imao drugu sobu tamo gdje je živao. Mislim, nije imao svaku čistu sobu. To znači, ako je čisto, onda sve čisto i sačuvano, znači da tamo nisu uložili. Ovdje u čistoj sobi se nalazi, na primjer, crna venčanica, kako je to bilo prije 100 godina ovdje na našim prostorima, i devojački miraz, ono što nosi sa sobom kad se udaje. U drugoj prostoriji, tamo je izložena jedna kolekcija iz građanskog života nekadašnjeg, ostavština Ane Feher iz Kanjiže. Ona je jedinica bila ćerka bankarskog činovnika i nikad se nije udala. I posle njene smrti, rodbina njihova nama je dala maloj pijaci njene stvari za čuvanje. I mi te stvari čuvamo ovdje u jednoj prostoriji. U trećoj prostoriji tamo se nalazi materijal između 1945. godine do 1990. godine. To znači za vrijeme Jugoslavije, ono što smo ovdje imali, zastave, pa u kancelarijama, na primjer, to više liči na jednu kancelariju, pa Titove slike, pa onda na osnovu toga možemo ispričati kakav je bio naš život za tih 45 godina. To je deci jako interesantno, jer njima niko o tome više ne priča. U drugoj velikoj prostoriji ili zgradi ovdje u dvorištu, ovdje je bila štala, jedna velika štala, pošto je on gazda bio, Nađ Ferenc, i on je imao puno stoke i velika je dosta i velika ta štala, kako to, kako je to bilo kod gazde. Od štale smo mi napravili trpezariju i tamo ima mjesto za sedenje za jedan autobus, za oko 50 osoba. I tamo smo izložili jako puno fotografija iz Malih Pijaca. Na osnovu tih fotografija mi možemo da ispričamo istoriju, na osnovu tih fotografija, istoriju sela Malih Pijaca. Tako da to je jako interesantno kad dođu gosti i kad mi tamo ulazimo. Onda mi otprilike sat vremena pričamo o tim ljudima koji su ostavili neki trag još i u današnjem životu. Pa dvorište izgleda kako izgleda, ima mjesta za igranje, deci. Etno kuća je otvorena u vreme vašara, posljednje nedelje u mesecu, tradicionalni veliki vašari ovdje u Malim Pijacama i za organizovane grupe. Jeste. Primamo organizovane grupe, ali obavezno po dogovoru. Treba da se jave, ima tamo broj telefona na FB stranici i ili treba da se najavi na neki način. Inače, vašar je ovdje, mjesečni vašar ovdje u Malim Pijacama, to je preko puta našoj kući, tako da uvijek posljednje nedelje u mjesecu, onda je vašar u Malim Pijacama
i za vrijeme vašara, dok traje vašar, od 8 sati do 12 ili do 13 časova, može da se posjećuje etno kuća gostima. Ko će da uđe, besplatno može da razgleda. Malo da se prisjeti kako je to nekada. Kako je nekada bilo, ako nešto interesuje, možemo neke stvari ispričati. Ako razume i bez toga, onda samo neka razgleda i sigurno će vidjeti nešto interesantno i nešto lijepo. U svakom slučaju, ovo je jedan lijep doprinos obogaćenju turističke ponude opštine Kanjiža. Jeste, jeste, da je u ponude obavezno. I mi čekamo kad dođu gosti u Kanjižu ili u Banju ili bilo gdje, onda i njih neko da uputi prema maloj pijaci. Jedan deo zavičajne postavke iz etno kuće kod Kiriša iz malih pijaca predstavit će se na izložbi uspomene proteklih 100 godina u Kanjiži u galeriji Tihamer Dobo, koja je jedna od pratećih manifestacija predstojeće manifestacije Dan Svetog Stefana i praznik Novog hleba. Otvaranje izložbe uspomene proteklih 100 godina je u petak 11. avgusta u 19 sati u galeriji Tihamer Dobo u Kanjiži. Fudbaleri Tise i Zadorjana imali su u nedjelju posljednju provjeru forme pred početak prvenstva u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina. Protivnik im je bio vojvođanski ligaš Radnički iz Bajmoka, ali utakmica je završena bez golova jer su strelci zatajili u završnici. U klubu je tokom letnje pauze došlo do promjene trenera, otišlo je nekoliko igrača i zadržan kostur tima iz prethodne sezone, a seniorski pogon je podmlađen perspektivnim igračima iz Akademije Njerš Ištvan i okoline. Kakva su očekivanja u predstojećoj sezoni, koju ekipa Tisa počinje kao domaćin u Adorjanu u nedjelju 13. avgusta u 17 sati protiv Bačke iz Bačke Palanke i o utiscima u formi u kojoj se dočekuju okršaji za bodove, pitali smo predsjednika Čabu Boršoša i šefa stručnog štaba Darka Veselinova. Dosta igrača je ostalo, znači od prošle godine mislim da smo otpustili samo te igrače koji nisu doprineli našoj ekipi. Sad smo podmladili ekipu, pošto tu ima dosta igrača i sa naše akademije koji su izlazili iz omladine i došli su nam isto mladi igrači. Mislim da smo spremni i cilj nam je da budemo među prvi 6-7, znači u prvom delu tabele. I mislim da to sa ovom ekipom možemo postići i da ovi mladi igrači mogu dosta da nauče od iskusnije igrače i da ćemo napraviti par pravog fudbalera. Evo i 5 nedelja radimo, tako da ono što mi je stvarno najvažnije da se niko nije ozbiljnije povredio, da je ekipa tu na okupu. Tako da uspjeli smo da skupimo ekipu na početak priprema, znači nije bilo tih problema da su igrači dolazili posljednjih dana prelaznog roka, tako da mi to najvažnije, pripreme su bile dobre, fizički mislim da smo dosta dobro spremni, taktički to je na meni, a ovo što se tiče poenterskog učinka, to su već malo igrači i oni bi trebali malo da u određenim situacijama možda nekad neku bolju odluku da donesu. Ja kažem, pogotovo u toj posljednjoj trećini terena gdje već individualni kvalitet odlučuje, tu je bilo puno grešaka danas. Znači u toj posljednjoj trećini terena gdje igrač već bira da li će jedno ili drugo ili treće rješenje, tu moramo biti malo pametniji. To što mi rekao igračima, to je ono što te stavlja ili u prvu postavu ili na klupu. Evo, na raspolaganju je dovoljan broj igrača, 22-23 igrača, od toga polovina bonusi. Tako je, to je ono što mi najviše možda je raduje od svih. Mislim da smo jedini klub u Srpskoj ligi sa ovim brojem bonusa i to su sve naša deca, da li sa akademije ili okoline, i mislim da to treba da bude cilj ostalim klubovima,
jer te momci će razvijati fudbal u okolini i treba da se da šansa mladima. Naravno, mora da se nađe balans između rezultata i forsiranja mladih, ali mi imamo tu okosnicu tima 12-13 igrača starijih, ali kažemo ovo bukvalno isto toliko i bonusa. Tako da i stvarno sam zadovoljan sa svim bonusima, imaju kvalitet, male će nijanse odlučiti koji će biti starter, koji neće, ali mislim da ćemo biti ekipa koja će, nećemo bonuse vaditi na poluvremenu kao neki, odnosno kao, mislim da ćemo čak bonuse ubacivati u drugo poluvreme da igraju, tako da po cenu rezultata nekada. Evo, prva utakmica u nedelju od 17 sati protiv Bačke iz Bačke Palanke. Šta se može očekivati na startu i inače kakve su tu ambicije za ovo predstojeće prvenstvo? Pa igramo sa Bačkom Palankom kući koja se to pojačala u odnosu na prošlu godinu. Ovo je ozbiljnu ekipu, mada mi igramo kući i znamo da smo do sad kući bili poznati po broju postignutih golova, što danas nije bila situacija, ali nadam se da ćemo taj golgeterski učinak malo poboljšati i da nula neka ostane u defanzivi, a eto da probamo kući prva utakmica, da donesemo 3 boda, uspemo, da ćemo sve od sebe, to je sigurno, i taktički i fizički ćemo sigurno da se maksimalno napremo, da li će to biti dovoljno, vidjet ćemo, tako da za prvenstvo nemamo neka posebna očekivanja, eto, znamo da puno ekipa ispada, tako da to nek bude neki osnovni cilj, jeste sigurno opstanak, da se obezbedi što pre i onda onako malo da se opuštenje uđe i da još više mladih dobije šansu. U Vojvođanskoj Hrvačkoj akademiji u Kanjiži održan je kamp perspektivnih Hrvača uzrasta do 13 i 15 godina i oni koji će se od početka septembra uključiti u rad Vojvođanske Hrvačke akademije. Kamp je održan uz podršku Hrvačkog saveza Vojvodine uz učešće mladih Hrvača iz vojvođanskih klubova koji su vredno trenirali na strunjačama i koristili druge mogućnosti koji su omogućeni u Kanjiži. Tu imamo ukupno 43 učesnika, znači imamo 28 dečaka i 15 devojčica. Tu radimo znači treninge, imamo prepodne, pospodne treninge, malo ima i strunjača, radimo na strunjači, znači treninge, imamo i nešto kondicionih treninga napolje, trčanje i vežbe snage. Kakvi su uslovi? Znamo da su ovdje dobri uslovi u Vojvođansko-Hrvačkoj akademiji. Uslovi su dobri, znači ima dole, vidite, cijela sala je postavljena strunjače, znači ima mjesta za svakoga, ima kondiciona sala, ima bazen, ima sauna, znači sve ima to što je potrebno za trening. Šta ovakva okupljanja na kampovima znače za perspektivne mlade Hrvače? A to im znači M što se upoznaju, zajedno su tu, znači ceo dan, cijele nedelje M, drugo, treniraju zajedno, znači imaju više sparing partnera, mogu bolje da treniraju, da rade, znači svako ima 2-3 partnera s kojim može da radi. Pa evo, došao malo da posjetim ovdje, dobri su treningi i tako. Evo, šta se sve radi, koliko si dugo u Rovanju i kakve su tvoje ambicije u Rovanju? Pa, evo, već 7 godina u Rovanju. Volim ovaj sport i tako. U klubu si, gde boraviš, otkud vi ovde? Iz Dinama, u Pančevu. I evo, dobio sam poziv pa sam došao. Evo, kakvi su tvoji utisci odavde iz Kanjiže? Pa, jako lepi treninzi, ujutro trčanje, sve okej. Okay. Ima i sparing partnera? Ima dosta. Da li si imao do sada rezultata i kakve su ti ambicije u Rvanju? Pa, bio sam prvak Vojvodine, na državnom, nažalost, nisam ništa uzeo. Znači, treba još malo više da radiš. Da, tako je, još malo da se trenira. Rvanje za žene kod nas u posljednje vrijeme u značajnom usponu, a da bude masovnije i još kvalitetnije, doprinosi rad u Vojvođansko-Hrvačkoj akademiji. U klubovima devojčice i devojke koje su se opredelile za bavljenje ovim sportom najčešće nemaju dovoljno sparing partnera, pa za usavršavanje i sticanje iskustva i te kako dobro dođe treniranje u kampu. Upravo iz tih razloga, pored takmičarskih iz vojvođanskih klubova, kampu su se pridružile i dve devojke iz Hrvačkog kluba Mladost iz Valjeva.
Ovde sad trenutno imamo 15 devojaka koji su u kampu. One su perspektivne devojke u uzrastu u 15 i imamo i kadetkinje. Znatno je da je tu su došli u kampu da se nauči još više tehnike i slobodnog stila. Mi pokušavamo što više i što bolje da uvežbavamo te slobodno stilaše tehnike. To je najbitnije u kampu. Da, ovde imaju i sparing partnera, što u klubovima nemaju baš toliko. Ima iz različitih klubova, imamo svako ima svoju sparing partnerku, imamo malo rovanje, a uglavnom radimo više i više za tehniku. Žensko rovanje u zamahu potencijala ima? Ima potencijala, to se pokazala i u ovu godinu. Imamo više medaljiste na saveznom nivou iz Evropske prvenstvo U23. Imamo bronzanu medalju U17. Isto imamo bronzanu medalju iz Evropske i U20. Isto smo osvojili sa devojkama bronzanu medalju. I sad se naš takmičarka iz Kanjiže, Ujel Jevelin, sutra će boriti na svetsko prvenstvo U17. Koliko će ovi dobri uslovi u Vojvođanskoj rvačkoj akademiji doprineti da se podigne kvalitet ženskog rvanja? Ja nadam se da je tako. To su uslovi vrhunski i ja mislim ovaj je već drugi kamp preko leto. Bili su tu reprezentativke U17 i iz Mađarske i iz Srbije. Pa bila sam već ovdje na pripremama sa reprezentacijom pre ovoga i baš mi se svidilo način na koji radimo, kakvi su treninzi i sve. Može dosta da se nauči tehnike, baš dosta toga može da se nauči. I nam sada došli na ove vojvođanske pripreme i stvarno je sve super. Treninzi su baš onako efikasni i sve. Koliko dugo si ti već u rvanju, je li bilo uspeha nekih? Pa 10 mjeseci sam u rvanju i bila sam treća u državi. Šta te privuklo u rvanje? Pa svidjela mi se, moj brat je već trenira i onda sam zbog njega krenula i ostala sam. Sad mi se baš sviđa i to. Kao i prethodne 4 decenije, Kanjiža druge subote u avgustu očekuje maratonce svih uzrasta iz naše zemlje i inostranstva, pa će se 12. avgusta održati 41. festival plivanja i trčanja. Program manifestacije počinje od oko 7 sati u prijavnom centru, koji nisu se još prijavili preko online pristupnice, mogu da to učine u toku dana, za plivače naravno do nekih 10 do 9.30 sati, a trkači do 16.50 i 17.30, zavisi od trase koje trče. Start za preškolce u Bazeniću će se u 9.50 početi, a start mladih uzrasta počinje u 10 sati, a polazak autobusima koji plivaju 3 km će biti u 10.30, a start takmičenja plivača koji plivaju 3 km će biti u 11 sati. Proglašenje rezultata za plivačke trke planiramo negde oko 1 sati na štrandu. Popodne očekujemo još prijavljivanje za trčanje i preuzimanje startnih paketa za dečje trke i za trke od 900, 1400, 2600 i 4 i 10 km. Praktično za mlađe uzrast u 7 i 20 će biti start za kraće trke, a veliki start, to je start za maraton, će se u 18 sati nastaviti ili početi. Svakako očekujemo i navijače na ulici Kanjiža. Molim vas da podržite trkače kao i prethodnim godinama da bi uživali u trčanju na ulicama Kanjiže. Deo ulice u Kanjiži će biti zatvoren zbog trkača. Kao što sam rekao, 200 metara će
mladi da trče, mladi uzrast u pesku na štrandu, 900 metara do stambene zgrade Firenze i nazad. Uzrast od 10 do 11 godine će da trči 1400 metara do zabavište naši biseri i štrand, tamo i nazad. Veći uzrast, deca od 12-13 godine, će da trče 2600 metara na trasi naši biseri, dom zdravlja, restoran, Balkan, katolička crkva i štrand. A oni koji se prijavili za trasu od 4 km i 10 km će da trče na trasi Firenze, Art Hotel, katolička crkva, Alija Kestenova ulica srednje škole i ulica Široka pored doma zdravlja i pored stambene zgrade Firenze. Oni koji trče trasu od 4 km će da jedan krug istrče, a koji trče 10 km oni će tri kruga da trče. Srdačno očekujemo vas, bit će pored ove manifestacije na štrandu i drugi zabavni program, bit će otvoreni kamp, bit će tu i otvoreni ugostitelji, raznovrsna hrana i imat ćemo i priliku da slušamo dobre DJ-eve na bini na štrandu. Istog dana održat će se na štrandu i takmičenje Kanjiža Warrior u organizaciji udruženja Brojs Gym. To će biti takmičenje u veštinama. Što se tiče takmičenja, to prelazimo jednu stazu koja će biti trka sa preprekama. Čim takmičari pređu stazu, te imaće veliki puls i posle sa tim velikim pulsom trebaju da dalje ciljaju, gađaju, šutiraju sa loptom. Treba da pogledaju neki cilj. I srdačno očekujemo ekipe od četiri ljude i srdačno očekujemo i gledaoce, znači vidimo se 12. augusta na štrandu u Kanjiži. Tradicionalni turnir u nožnom tenisu Picigen održat će se i ove sezone na Kanjiškom štrandu od 14. do 19. avgusta. Ovaj rekreativni sport veoma je popularan pa se očekuju prijave i učešće više ekipa iz Kanjiže i okoline. Turnir će se održati za seniorske ekipe i za ekipe dečijeg uzrasta. Kotizacija za seniorske ekipe iznosi 1000 dinara. Prijave su na putem telefona 063 581 098 ili lično pre početka turnira na štrandu 14. avgusta do 16 sati i 30 minuta. Turnir za decu će se održati od 19. avgusta kada su završna nadmetanja seniorskih ekipa.